Nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből az első verset, és a második versnek az első gondolatát. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, nézvén a hit fejedelmére, Jézusra. Ugye ez az első verse a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének visszautal a megelőző fejezetre, a 11-re, ahol sorra veszi a történelem kezdetétől fogva a hit hősöket, és arról szól, hogy ezek olyanok, mint a tanúbizonyságoknak a sokasága. Így is lehetne fordítani ennek a versnek a kezdetét. Mi is annak okáért, akiket a tanúbizonyságoknak így nagy sokasága vesz körül. És aztán arról szól, hogy mit tanulhatunk tőlük. Ha megfigyeljük, hogy a 11. fejezetben mit idéz fel velük kapcsolatban, akkor levonja a következtetést, hogy mit tanulhatunk tőlük. És ez a rövid meghatározás, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. És tulajdonképpen én ma erről a biztatásról szeretnék szólni. Mert mindnyájan gondolkozzunk egy kicsit, mi jellemez minket, meg általában ugye a mai kereszténységet. Felfellobban a lelkesedés, nekilódulunk, aztán egy kicsit lelapulunk, aztán megint egy kicsit nekibuzdulunk, de pont ez hiányzik, ez az eltökéltség, ez az elszántság, ez a folyamatosság, ez, hogy kitartóan fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Hát akkor egy kicsit most gondolkozzunk el arról, hogy tulajdonképpen mit is akar mondani nekünk ez a bátorító felhívás, hogy küzdjük meg az előttünk lévő álhatatossággal. Mert az eredeti szövegben az álhatatosság szó szerepel, kitartással vagy álhatatossággal küzdjük meg az előttünk lévő küzdőteret. Ugye a végén még rámutat a hithősöknél is nagyobb példaképre, hogy a nézvén a hit fejedelmére, Krisztusra, aki mindenkinél súlyosabb küzdelmet vívott földi életében, és megingás nélkül, tökéletes álhatatossággal futotta be a pályát. Ugye bizonyára észrevettük, hogy az apostol itt az ókori futóversenyeknek a képét idézi fel. Ugye akik az ókori stadionokban versenyfutók voltak, azoknak nem lankadhatott a figyelmük, nem csökkenhetett az erőfeszítésük. Különösen amikor már a pálya végén voltak, az utolsó szakaszban, ott őket semmi nem akadályozhatta, ott mindent beleadtak, hogy mindenképpen eljussanak a célba. És ebből a képből kiindulva szólít fel minket is az apostol, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Én legelőször is ezt a kifejezést emelném ki, hogy küzdőtér. Hát jó, hogyha szembenézünk ezzel a realitással, hogy ez a földi élet küzdőtér. Sok ember ábrándozik egy életen át, hogy majd egyszer csak eljut egy békeszigethez, majd egyszer csak egy kis olyan igazi nyugalmat talál magának legalábbis egy időre, de kiábrándít ez az ige bennünket ebből, azt mondja, a földi élet küzdőtér. Ezzel számoljunk, ez a realitás. És eszünkbe juthat egy ének, nem tudom ki mennyire emlékszik rá, hogy a 267-es közös énekünknek az utolsó sora hogy hangzik. Az Úr eljön értem is fénytrónusán, és béke lesz részem a nagy harc után. Nekem nagyon sokszor eszembe jut ez. Tehát ez az élet küzdőtér, ez egy nagy harc, és majd csak akkor lesz béke a részem, hogyha ezt a küzdőteret megfutottuk. És mi az a cél, amit látunk, amikor azt mondja, hogy majd béke lesz részem a nagy harc után? Ugye ezt talán két igével jellemezhetjük, az egyik a Filippi levél 3. fejezetében, annak a végén azt írja Pál apostol, ami országunk a mennyben van, ahonnan a megtartó Jézus Krisztust is várjuk. Péter 2. levele 3. fejezetében pedig így fogalmaz az apostol, mi új jeget és új földet várunk,
az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Na hát ide nézünk előre, erre a célra, hogy a mi országunk megtartó Krisztussal eljön, mert ott van, mert ez küzdőtér, itt nincs a béke, a megnyugvás helye, és várjuk azt, az új eget és új földet, ahol majd végre igazság lakozik. És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy ha a földi élet küzdőtér, akkor melyek ennek a küzdelemnek a fő területei? És az az érdekes, ez nem úgy van, hogy egyik szakaszon ezzel kell megküzdenünk, a másik szakaszon azzal, a harmadik szakaszon azzal, hanem ezek egyszerre vannak jelen. Három területet fogok említeni, és azt mondhatnám, hogy mindig három frontos küzdelmet kell vívnunk ezen a küzdőtéren. És mi ez a három frontos küzdelem? Az igazi keresztény élet az három területen vívja a küzdelmet, amíg a földi életben vagyunk. Az első területe a küzdelemnek az, amiről Pál apostol a nevezetes halál előtti vallomásában így emlékezik meg, a ma nemes harcot megharcoltam. Mi ez a nemes harc? Mindig olyan rosszul esik visszaemlékeznem, hogy egyik rokonomnak a temetése volt a mi szülőfalunkban, és hát a tiszteletes úr ezt az igét olvasta, és hát arról beszélt, hogy milyen becsületes ember volt, mindig gondoskozott a családjáról, a létért való harcot hogy vívta. Hát olyan szomorúság fogott el, hát mondom, ez a nemes harc, a létért való harc, amit minden embernek meg kell vívnia. A nemes harc az más. A nemes harc az a saját énünk elleni küzdelem. Hogy ami belénk gyökerezett én középpontuság, aztán amit a szokások belénk írtak, ahol az Isten törvényével ellentétes az életünk, ahol a mi hibáink, ahol a mi gyenge pontjaink, ami bűnös dolgaink vannak, hogy ezekkel szemben felvenni a küzdelmet. És ezt valljuk meg őszintén, itt van a legnagyobb kísértés, hogy ezt nem folyamatosan bívjuk. Tudjuk, ezt le kéne győzni, tulajdonképpen szeretnénk is, de arról nincs szó, hogy kitartással vívjuk ezt a nemes harcot, és ebben kell változásnak lenni. Mert akkor fogunk elérni oda, ahol Isten szeretne látni minket, ha kitartással vívjuk ezt a nemes harcot. És hadd tegyem fel ezt a kérdést, hogy lehet kitartással vívni. Tulajdonképpen nagyon egyszerűen megtanít rá minket a mi atyánk, az az imádság, amire Jézus tanított. Ugye ebben az imádságban, ami minden napra szól, mert benne van ez a szó, hogy ma. Ott ugye, amikor azt mondja, mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, ebből megérthetjük, hogy ez minden egyes napra szóló ima, és ott van benne, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És az is ott van, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Na most tegyük a szívünkre a kezünket. Ezek az elemek mindig benne vannak a napi imádságunkban. Mert ezt a nemes harcot álhatatossággal, kitartással vívni, ez azt jelenti, hogy mi állandóan van egy belső önkontrollunk, mindig ellenőrzés alá tartjuk magunkat, nem csak azt, hogy mit cselekedtünk ma, de azt is, hogy meg azt sem csupán, hogy mit mondtunk, hanem azt, hogy mit gondolunk. Mert a belső indítékainkban, a gondolatainkban van mindennek a gyökere. Ugye ezt példabeszédek könyvében így mondja, hogy amint az ember magában gondolkodik, az ő olyan. És az igazi keresztény az a gondolatok, az indítékok szintjéig ellenőrzi magát, és önkontroll alatt tartja magát, és hogy így mondjam, azonnal nyakon csípi magát, mikor észreveszi, hogy most benne mit, egy hiú gondolat támad föl, vagy egy irigy gondolat, vagy valami, és akkor sietünk az Istenhez, és a nap majd múlhat el, hogy tőle bocsánatot ne kérjünk, hogy mondom, ilyen mélységig, a gondolatok mélységeig, hogy valami ővele, az ő erkölcsi lényével ellentétes dolog merült fel bennünk, valami, ami nem krisztusi, és kérjük, hogy nekünk ebben adjon győzelmet, és adjon nekünk ebből szabadulást. És mindig tudatában vagyunk annak, hogy az ős ellenség a sarkunkban van. Ugye így mondja Péter levelében, mint ordító oroszlán szerte jár, hogy keresve, hogy kit nyeljen el,
Mi sokszor erről a nagy ellenségről napokra, hetekre elfeledkezünk, hogy a sarkunkban lehet. De Jézus úgy tanított minket, hogy minden nap kérjük, hogy ő vezessen minket, biztos utakon vezessen, mert Sátán olyan váratlan csapdákat, kísértéseket készíthet elő nekünk, és szabadítson meg a gonosztól. Nem akarunk közelharcba kerülni a gonosszal, de ahol megtámad minket, szabadítson meg minket a gonosztól. Tehát tudatosan vívni a nemes harcot, az úgy lehet, ha egyetlen nap sem hiányzik az imádságunkból ez a két fontos elem, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert szeretnénk előbbre és előbbre jutni, és folyamatosan vívni ezt a nemes harcot. És mi az, ami nekünk ehhez még külön erőt adhat? Egy nagyon mondat mindig úgy megragadta a figyelmemet az Ellen White apostolok története című könyvében. Azt írja, ha Pál apostol észrevette, hogy a buzgalma lankad ennek a nemes harcnak a jövásában, elég volt egy pillantást vetnie Krisztus keresztjére, és azonnal megint megerősödött abban, hogy a nemes harcot vívja. Mert ha igaz ez, hogy az Isten fia szeretett engem és az életét adta értem, akkor én egyszerűen elkötelezve vagyok erre a nemes harcra. Nem tehetem hiába valóvá a Krisztus kimutathatatlan áldozatát. Ilyen sokáig dolgoztam alkoholbetegekért, és most bátorításul mondok egy példát. Ugye ott az olyan szörnyű tragédia, mikor valaki már elindul a szabadulás útján, és egész jó ideje már, hogy így mondjam, tiszta, és akkor egyszer csak visszaesik. És ilyenkor én mindig szoktam vigasztalni a családtagokat. És azt mondom, hogy akik most kétségbe esnek, és azt mondják, hát minden elveszett, hát már megint én azt hittem, hogy ez már soha többet nem fordul elő. Akkor mindig azt mondom nekik, nehogy azt higgyétek, hogy minden elveszett az eddigi küzdelem, meg az, hogy ő elszánta magát a szabadulásra. Ilyenkor az úgy van, hogy elesett ugyan, de annál jobban meggyűlöli ezt az átkozott szenvedélybetegséget, és annál elszántabban akar haladni előre, feltéve a háttérben ott van egy igazi elszállás, és egy igazi szabadulási vágy. És hát nálunk nem így van. Amikor megtér az ember, akkor van egy elszánás, egy igazi szabadulási vágy. És ha ezután visszaesünk, nem kell elcsükkedni. Jobb lenne, ha nem esnénk vissza, sokkal jobb lenne. De ha történik egy elesés, akkor ennek az az igazi reakciója, hogy annál jobban gyűlöljük azt a rosszat, annál jobban akarunk tőle szabadulni. És ahogy Mikeás proféta mondja, ilyenkor az embernek így kell szólni, ne örüljél ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. Mert az Úr az én világosságom, és leperli az én peremet. Mindig úgy szeretném, úgy érzem, hogy beletehetnénk még egy szót ebbe az igébe, ne örüljél ellenségem, elestem ugyan, de már is felkelek. De azonnal felkelek. Ezt jelenti kitartással futni meg az előttünk lévő küzdőteret. Tehát ne engedjük meg magunkat ilyen nagy kihagyásokat, amikor nem is figyeljük magunkat, amikor el is mulasztjuk, hogy rendezzük Istennel valami helytársát. El is feledkezünk az ős ellenségről, és nem kérjük az Isten oltalmát vele szemben. Ne legyenek ilyen hézagok, ilyen kihagyások az életünkben, akkor álhatatossággal, kitartással futjuk a küzdőteret. De van egy másik területe is a küzdelmünknek, és ahogy mondtam, azt is egyszerre kell vívni. Három fronton kell figyelnünk. Ez a harmadik maga az élet gondjaival, akadályaival, nehézségeivel való küzdelem. Ugye ma ez most különösen meglephet bárkit, anyagi gondok aggaszthatnak bennünket. Ugye a természeti katasztrófák aggaszthatnak, betegségek aggaszthatnak. De ebben a küzdelemben is álhatatossággal kell megfutnunk az előttünk lévő küzdőteret, bízva az Istennek az ígéreteiben. Hát a hegyi beszéd az egyben Jézus olyan megindítóan szólt arról, hogy Isten mennyire figyel ránk, hogyha mi itt elkezdünk aggodalmaskodni, akkor ez egy nagyon nagy hitetlenség iránta. Mert ő mit is mondott? Azt mondta, hogy ti csak keressétek nyugodtan Isten országát, és ezek mind megadatnak nektek, mert a ti mennyei atyátok tudja, hogy mire van szükségetek,
azt is mondta, hogy nektek még a fejetek hajszára is számon vannak tartva, és ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. A kislány, ugye, kislány, hát már hol kislány, most már 34 éves állami gondozásból került hozzám, 14 év van a hátunk mögött, és hát most már ő ugyan nem lakik otthon, de hát sokszor elcsügget, pláne most az ilyen anyagi nehézségek, egyebek, és akkor mondom neki, hogy emlékszel, hogy tanultunk még kezdet-kezdetén, mikor hozzám kerültél egy kánont, ami így hangzik, ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel, ő felruház és táplál, rád gondot ő visel, dicső király, az ég és a föld ura. Olyan hihetetlenül egyszerű ennek a kánonnak a szövege, de ez az egyszerű valóság. És én szeretnék olvasni egy idézetet, ezt is Ellen White-tól idézem, a Kiben bízhatunk második kötetében van, és nekem olyan ez az idézet, hogy olyan irányelv az egész élet küzdelméhez. A küzdőtérnek a megvívásához, hogy viselkedjünk a viharban, hogy viselkedjünk, amikor ilyen váratlan csapások érnek, amikor ugye az egyik legnehezebb a családi baj, de minden más egyéb természetű dolog jöhet. Akkor hogyan viselkedjünk? Mi elveszítsük a fejünket, elkezdjünk aggodalmaskodni, kétségeskedni? Nem, azt írja. Magasra emelem fejem a viharban, mert ő az Úr, akié vagyok, és akit szolgálok, nem engedi meg, hogy elborítsanak a hullámok. Úgy szeretném, hogy ti is úgy megjegyeznétek ezt a jelmondatot. A viharban magasra emelem a fejemet, mert az Úr, akié vagyok, akit szolgálok, nem engedi, hogy elborítsanak a hullámok. És így folytatja. Az ellenfél örülne, ha gyöngességemben látna, ha látná, hogy reszketek a veszélyek láttán, amelyekkel körülvesz, a nehézségek hegyei láttán, amelyeket elém emel. Természetem ugyan visszariad, de ennek ellenére is szent merészséggel haladok előre, hogy szembeszálljak egyik nehézséggel a másik után, amelyek előtűnnek, hogy elállják utamat. És szeretném ezt a mondatot még egyszer olvasni. Ez is annyira megszebb szívrelendő, mint az, hogy magasra emelem a fejemet a viharban. Azt mondja, természetem ugyan visszariad, ennek ellenére is szent merészséggel haladok előre. Nekem nagyon tetszik ez a kifejezés, ez a szent merészség. Van ilyen magabízó emberi merészség, és van szent merészség, hitbeli merészség, hogy szembeszálljak egyik nehézséggel a másik után, amelyek előtűnnek, hogy elállják utamat. Mégis az Úr nevében haladok előre, egyszerű hittel, hogy legyőzöm őket. Az Úrra támaszkodom, aki mindenkor közel van, aki velem lesz, aki mikor nevének dicsőségét szolgálja, egyetlen szóval megdorgálja a tenger hullámát, és elsimítja a hegyet, hogy síkság jöjjön létre. Szereztünk már az életünkben ilyen tapasztalatokat, hogy Isten megdorgálja a vihart, hogy elsimítja a hegyet, hogy síkság jöjjön létre. Tehát ez a másik front, ahol küzdünk, az élet változatos tapasztalatai, a sátán támadásai, a nehézségek, amelyekkel el akarja állni az utunkat, de ebben pedig így viselkedjünk, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. És van egy harmadik terület is. És az nagyon szomorú, ha ez a mi életünkből hiányzik. Ez a harmadik terület pedig az, hogy részt veszünk Krisztussal együtt a megváltási terv nagy küzdelmében, az egyes emberek megmentéséért folyó küzdelemben. Ha ebben mi szívvel, lélekkel veszünk részt, akkor ez is küzdőtér, nagyon is küzdőtér. És megkérdezem, hogy tényleg részt veszünk a küzdőtéren, ebben is ott vagyunk? Ilyen egyszerűen kérdezem meg, ugye mi, nekünk a teherbíró képességünk korlátozott, de van-e mindig, hogy minimum 2-3 ember, aki látjuk, hogy az Isten küzdelmet folytat, akik vagy érdeklődők az Isten dolga iránt, vagy éppen elgyengültek a hívők közül, vagy nagyon is távol vannak, de látszik bennük egy jó érzés. Különböző emberek, akikkel kapcsolatba kerülünk, körülöttünk vannak, családunkban, rokonságunkban, tágabb körben, akikért ezt a küzdelmet mi is folytatjuk, Istennel együtt, mert rendszeresen, naponta imádkozunk értük. Kérjük, hogy amennyi a legjobb befolyásokkal vegye körül őket.
ha szükséges, bátorítjuk őket, meglátogatjuk őket, vagy gyakorlati segítségre van szükségük, akkor abban segítünk. De egyszerűen kísérjük az életüket, és nem mondunk le róluk, és kitartással fusztjuk meg ezt a küzdőteret, őértük is. Ugye minket ebben is leginkább az jellemez, hogy olykor egy kicsit valamit teszünk, aztán hosszú szünet, aztán lemondunk emberekről, aztán elcsüggedünk emberek miatt, de az igazi az, ha kitartással futjuk ezt a küzdőteret is, ha mindig van egy néhány ember, akit hordozunk a lelkünkben, kísérjük figyelemmel, imádkozunk értük, készen állunk a segítségükre, ha szükséges, mert nem élhetünk önmagunknak, ahol ennyi szenvedő ember van, ahol ennyi halálra ítélt ember van, akinek azonban lenne lehetőség a szabadulásra. Engem mindig megérint az, hogy Pál apostol hogy szólítja meg Timóteust, a fiatal munkatársát, a Timóteushoz írt második levél 4. fejezetének az első versében olvasjuk. Ezt írja neki. Kérlek azért az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az igét. Tehát mit mond Timóteusnak? Úgy néz az emberekre, akik körülötted vannak, hogy ezek is az Isten ítélőszék elé kerülnek, és eldől, hogy örök életet nyernek, vagy elvesznek. Úgy nézd a körülötted lévő emberekre. És te pedig hirdesd az igét a példaadásoddal, a hiteddel, és ha lehet szóbeli bizonyságtétellel, vagy a cselekedeteddel, de te mindig így nézd az emberekre, hogy hát Istennek az a vágya vele kapcsolatban is, hogy ő azt akarja, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát megértettük, hogy melyik ez a három frontos küzdőtér. Ugye? Az egyik az, hogy a nemes harcot harcoljuk, ami belül, Isten között és köztünk zajlik a lelkünk mélyén, és hogy ezt kitartással tegyük. Hogy elérjük a Krisztushoz való hasonlóságot mindinkább és mind jobban. És mind több legyen a hátunk mögött, amitől már megszabadultunk. A második front az, hogy az élet veszedelmeivel, váratlan fordulataival, bizonyságtételeivel, vagy az életnek a bizonytalanságaival és Sátánnak a támadásaival megküzdjünk. És itt is kitartással fussunk az előttünk lévő küzdőteret. Nem elcsüggedünk, nem leülünk, nem panaszkodunk, hanem magasra emeljük fejünket a viharban, mert az Úr, aki vagyunk, ő teljesíteni fogja az ígéreteit. És a harmadik, hogy részt veszünk Istennek az egyes emberek megmentésért folyó küzdelmében. Ebből mi soha nem maradunk ki. Mindig találunk, mindig fogunk találni embereket, akiket hordozzunk imádságban, figyelemmel, segítő szolgálattal, mert az lehetetlen, hogy mi ebből kimaradjunk, és csak magunknak éljünk. És ha ezeket így végig gondoltuk, akkor én szeretnék arra is rámutatni, hogy amikor emberekért küzdünk, ott is van egy nagyon, nagyon könnyen elcsüggesztő dolog, hogy mikor emberek maradnak el mellőlünk. Sokszor úgy van, hogy eszünkbe jut, ó, a mi gyülekezetünk úgy tele volt most, hogy megrostálódott, most mi történik itt most, vajon nem jó az az alap, ami van, vagy másról van szó. Nekem otthon rengeteg címjegyzékem van, és mindig új év, mikor közeledik, ugye akkor új évkor szoktam azokat a kapcsolatokat legalább egy újévi gondolatok küldésével fenntartani, amire évközben nem vagyok képes, és akkor végignézem ezeket a címjegyzékeket, és ilyenkor olyan fájdalmas, hogy hány név már eltűnt, már ezek a kapcsolatok nem élők, ezek voltak. Ezeket most kihúzzam a füzetemből, ezekkel az emberekkel már nincs kapcsolat, valahol eltűntek a ködben. Tehát mondom, nagyon könnyen elcsüggesz minket Sátán azzal is, hogy sokszor megrostálódik a hívőknek a serege, de ha én tudom, hogy az alap jó, tudom, hogy Isten a helyén van, akkor még inkább kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. És azt is említettem, hogy a versenyfutók, különösen amikor már a pálya utolsó szakasza van, akkor minden erejüket összeszedik, a figyelmüket maximálisan koncentrálják, a cél előtt még sokkal, sokkal eltökéltebbek, és mindent beleadnak. És megkérdezem, a mi mai helyzetünk nem hasonló ehhez? Dehogy nem.
Mert pontosan tudjuk, hogy már ennek a küzdőtérnek csak egy szakasza van hátra, egy utolsó szakasza van hátra. Igaz, hogy ez minden korábbinál nehezebb, hiszen ugye azt olvassuk a Bibliában, hogy már Krisztus halála óta, így olvassuk az írásban, hogy Sátán nagy haraggal teljesen szállt le a földre, ugye az írás, után végleg kivettetett a mennyből, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ugye a Jelenések könyve 12. fejezetében olvassuk ezt, de érdekes, hogy mikor a 12. fejezet végén a végidőről van szó, akkor megint azt mondja, megharagudott sárkány a Krisztus hívő tanítvány. Megint még inkább haragra gerjed, még inkább mindent belevet, mert az utolsó szakasz az neki is az utolsó lehetőség, hogy győzelmet arasson. De a mi buzgalmunknak ezzel arányosnak kell lennie. Nem véletlen az, hogy mennyire hangsúlyozza az ige az álhatatosság fontosságát az utolsó szakaszban. Ugye emlékszünk Jézusnak erre a szavára, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És Jelenések könyvében van két ige, ahol sajnos a mi Bibliánk békességes tűrést fordít, de értelemszerűen is látjuk, meg az eredeti szöveg tanúskodik, hogy ott eredetileg álhatatosságról van szó. Ugye Jelenések 3:10, amikor Krisztus emlékeztet arra, amit a nagy profétikus beszédében mondott, ugye ez is az ő kinyilatkoztatása, ami Jelenések könyvében van, amit az ő közvetlen szavát jegyezte föl János apostol Pátmos szigetén, és azt mondja, mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, amit elmondott nagy profétikus beszédében, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosai. Tehát álhatatosságra intő beszédről van szó itt is, visszautalva az előző kijelentésre, nem pedig béketűrésről. És harmadszor a Jelenések könyve 14. fejezet 12. versében is úgy van, itt van a szentek álhatatossága, akik megtartják Isten parancsolatát és a Jézus ítét. Tehát ez az álhatatosság valami végtelenül fontos dolog, különösen a küzdőtérnek az utolsó szakaszán, közvetlenül a célba érkezés előtt, mert az ellenség még jobban haragszik, mert a küzdelem még keményebb, az élet még veszélyesebb, de ezzel arányosan kell megnőni a mi hitünknek, a mi buzgalmunknak is, és nagyon kell ez a bíztatás, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Én szeretnék fölidézni a Bibliából egy kis részletet, amit ritkán hivatkozunk rá, de szerintem nagyon fontos tanítás rejlik benne, ami arról szól, hogy az álhatatosság milyen fontos, és mondhatnám különösen az Isten ügyével összefüggő dolgokban, milyen fontos az álhatatosság. Ezt a kis részletet szeretném felidézni Királyok második könyve 13. fejezetéből. Tehát Királyok második könyve 13. fejezetéből idézem az igét. Királyok második könyve 13. fejezetében a 14-től 19. vers így hangzik. Tehát Királyok második könyve 13. fejezetéből olvasom, a 14. verstől a 19-ig. És megbetegedett Elizeus próféta olyan betegséggel, amelybe bele is halt, és lement hozzá Jóás, az Izrael királya. És arcra borulva sírt, és mondta, édesatyám, édesatyám, Izrael szekere és lovagjai. Ugye azt mondja, Elizeus próféta már nagyon idős volt, és beteg volt, és ebben a betegségben is halt meg, és akkor már ugye ketté szakadt ország volt, és ő az északi országban működött, és annak a királya, ez a Jóás, egy nagyon méltatlan, hitetlen, bálványimádásba merülő király volt, de amikor eljutott hozzá a hír, hogy Elizeus próféta haldoklik, akkor mégis megrendült. Valahogy érezte azért, hogy jaj, Izrael szekerei lovagjai, akkor egyébként éppen a szíriaiak nagyon hevesen támadták az országot, és akkor hát azt mondta, mit érnek Izrael szekerei lovagjai, ha az Isten embere nincs köztünk. Megijedt attól, hogy a próféta meghal, és ők Isten embere nélkül maradnak ebben a veszélyes helyzetben, és lement meglátogatni a prófétát, noha életében igazán nem hallgatott a tanításaira.
És így olvassuk a 15. versben. És mondta neki Elizeus, védj kézívet és nyilakat. És ő kézívet és nyilakat vett kezébe. Akkor mondta az Izrael királyának a proféta, fogd meg kezeddel a kézívet. És ő megfogván azt kezével, Elizeus is rátette kezét a király kezére. És mondta, nyisd ki az ablakot, és lőj napkelet felé. Ugye keletre volt Szíria tőlük. És mikor kinyitotta, mondta Elizeus, lőj, és a király lőtt, akkor mondta, az Úrnak győzelmes nyila ez, győzelmes nyila Szíria beliek ellen, mert megvered a Szíria belieket a fegben. Aztán mondta neki, vedd fel a nyilakat, és felvette. Ő pedig mondta az Izrael királyának, lőj a földbe. És belelőtt a földbe háromszor, aztán abba hagyta. Akkor megharagudott rá az Isten embere, és mondta, ötször vagy hatszor kellett volna lőnöd, akkor megverted volna a Szíria belieket a megsemmisülésig, de így már csak háromszor veled meg a Szíria belieket. Észrevesszük, milyen tanításra rejlik ebben? Ugye látszólag értelmetlennek tűnt a földbe lőni, de a proféta mondta, de az Isten szava mondta is. Észrevettétek, milyen jelentős ez a mozzanat? Hogy a király kezére a proféta is rátette a kezét. Mintha azt mondta, ha Isten parancsol neked valamit, ha Isten mutat neked utat ebbe vagy abba az irányba, akkor ő ráteszi a kezét a te kezedre, és akkor te álhatatos légy. Akkor te, amíg ő fel nem ment valamit, te csak menj azon az úton, amit ő kijelölt számodra. De az Izrael király azt tette, amire mi emberek hajlamosak vagyunk, hogy azt olvastuk, hogy a földbe háromszor vett, aztán abba hagyta. Jellemző ez ránk, hogy az Úr mutat valami utat, ad valami feladatot, mi abban egy kicsit előre mozdulunk, aztán abba hagyjuk. És ez a példa rendkívül kiemeli az álhatatosságnak a fontosságát, hogyha Isten mondta, hogy arra menj, hogyha ő ezt mondta, akkor rá is teszi a kezét a te kezedre, és eredményessé fog tenni, de tőled várja el az álhatatosságot. Ne csüggedj el, ha úgy látszik, hogy valami értelmetlen, ne csüggedj el, ha nem látod az eredményt. Ha az Isten mutatott abba az irányt, akkor te menj abba az irányba, és ne hagyd abba, és bízzál abban, hogy az ő keze a te kezedet. Szeretnék itt néhány sort olvasni, megint egy másik könyvből, az Ellen White Proféták és Királyok című könyvéből, pont ehhez a történethez nagyon érdekes sorokat fűz, azt írja. Ez a leszke mindannyiunknak szól. Amikor Isten utat nyit egy bizonyos feladat elvégzésére, és biztosít az eredményről is, a választott eszköznek minden tőle telhetőt meg kell tennie a megígért eredmény elnyerésére. A munka végzése közben tanúsított lelkesedés és kitartás arányában adja az Isten az eredményt. Emlékszünk, mikor kelet felé lőtt, ugye akkor azt az Úrnak győzelmes nyíl ez a Szíria belke. Mikor csak háromszor, azt csak háromszor. De ha kitartottál volna, akkor teljes győzelmet adtál volna a Szíria belke. És ezért még egyszer olvasom ezt a mondatot. A munka végzése közben tanúsított lelkesedés és kitartás arányában adja az Isten az eredményt. Csak akkor tud csodákat művelni népéért, ha fáradhatatlan energiával megteszi a maga részét. Szolgálatra szentelődött, erkölcsileg bátor emberekre van Istennek szüksége, akik mélységesen szeretik embertársaikat, és buzgóságuk soha nem csökken. Ilyen munkásnak semmilyen feladat nem túl terhes, semmit sem tart túlságosan reménytelennek. Tehát semmilyen feladat nem terhes, semmit sem tart túlságosan reménytelennek. Fáradozik tovább, tántoríthatatlanul. Most meg egy nagyon fontos dolog, míg a látszólagos kudarc dicső győzelemmé lesz. Ezt a mondatot még egyszer elolvasom. Fáradozik tovább, tántoríthatatlanul, míg a látszólagos kudarc győzelemmé nem lesz. Tehát erre tanít minket ez a Jóás látogatása Elizeusnál, és ugye mindig visszacseng, ami az alapigénk volt, hogy kitartással fussuk meg az előttünk való küzdőteret,
mert az álhatatosság, a kitartás végtelenül fontos. És szeretnék még végül arra rámutatni, hogy szabaduljunk meg attól a téves látástól is, hogy hát most már csak mindig nehezebb küzdelem van előttünk, már mindig csak élelmetesebb nehézségek hegyei vannak előttünk, és akkor, amikor ezen gondolkozunk, szépen elcsüggedünk. Megkérdezem, tényleg így van? Az igaz, hogy óriási nehézségek vannak előttünk, mert most ugye a proféciák alapján így azonosíthatjuk be azt, ahol most vagyunk, hogy benne vagyunk a vajudási fájdalmak kezdetében. De nem győzzük hangsúlyozni, hogy csak a kezdete. És nem is a vajudási fájdalmak idején kell a legnagyobb nehézséggel megbirkózni, hanem majd akkor, amikor azt felváltja a békesség biztonsági jelszava, amikor jön a végidő nagy hamis profétisága is, az antikrisztusi hatalomnak a felállítása. Akkor jön majd az az igazi hitpróba, amiről Jézus beszélt, hogy mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, milyen drámaian mondta Jézus, én is megtartalak a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön és megpróbálja a földlakosait. De mindazonáltal mégis van előttünk egy csodálatos, örvendetes dolog. Ha most megállnék, és megkérdezném, hogy miért nem helyes csak sötétséget, csak küzdelmet látni magunk előtt, nehogy félreértse, hogy nem Jézus eljövetelére gondolok. Még azt megelőzően, még közelebb hozzánk, mint Jézus eljövetele. Van egy végtelenül örvendetes és kívánatos esemény. És tulajdonképpen, ha addig kitartunk, ott már el is pecsételtetünk, és utána már Isten oltalma őriz. Hát biztosan kitalálja mindenki, hogy a Szentlélek késői esőként való kiárasztására utaló, ami által be fog teljesedni az, amit Jézus ígért, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Mindig ajánlom a testvéreknek, hogy olvassuk az apostolok cselekedetéről írott könyvet mostanában sokat. Mert mikor ezt a könyvet olvassuk, akkor látjuk az előképét annak, hogy milyen volt a Szentlélek első kiárasztása. Milyen volt akkor a gyülekezet élete? El tudjuk azt képzelni, hogy egy nap 3000-en tértek meg, 5000-en, a papok közül is nagy sokan követték a hitet, azt, hogy jelek és csodák történtek, és betegek gyógyultak meg, és az Isten hatalma támogatta az ige hirdetést minden módon. Hát, ha ide eljutunk, hát kitartással fussuk az előttünk lévő küzdőteret, mert akik ebben az áldásban részesülnek, azok már el is pecsételtetnek. Azokat Isten oltalma fogja őrizni a nyomorúságos időben, az a rövid, heves időszak, az hét utolsó csapás ideje, mert Jézus visszajöveteleik hátra van. Annyira tetszik nekem az is, hogy nevezi a Biblia ezt az időszakot. Az egyik kifejezésre, apostolok cselekedetei 3. fejezetében, hogy ez a felüdülés ideje az Úrnak szívétől. Mint ahogy az eső felüdít, a Szentlélek kiárasztása idején az Isten olyan közel jön, hogy ez a felüdülés, a lelki felüdülés ideje. A másik nem kevésbé csodálatos kifejezés Hóseás 12:10-ben, akkor, amikor azt mondja, ideje keresnetek az Urat, míg nem igazság esküjét ad nektek. Hát mit szólunk ehhez a kifejezéshez, hogy Isten még egyszer az igazság esküjét hullatja e világra? Én azon is nagyon csodálkozom, hogy Jézus milyen tökéletesen előre ismerte ezeket az időket, hogy a nagy profétikus beszéde tele van ezzel a felhívással, ne higgyétek, ne menjek utána, vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Valaki elképzelte, hogy ilyen mértékű lesz a hitetés a világon, mint ma. Hát azelőtt még ezt a kifejezést sem hallottuk, hogy fake news, hogy szándékosan gyártott hamis hírek. És azok a testvéreink, akik örökké az internetet bújják, nagyon nagy veszélyben vannak. Nem egy testvérrel látom, hogy egész belecsavarodik ezekbe a dolgokba. Hát nekünk nem arra biztatott minket Isten, hogy mi a sötétségnek a titkait utassuk, azt elég, ha ő tudja. Nekünk annyit kell tudni, amennyit a proféciák mondanak. És olyan könnyen hitetés áldozatává válik, annyira átvesz dolgokat, amiket hall sokféle módon. De milyen jó, hogy erre a világra, ahol hitetések tömege zajlik, és sokakat elhitetnek, egyszer csak az igazság esője hull még. Hát kívánjuk ezt megérni? Hát érdemes addig kitartással futni az előttünk lévő küzdelmet,
hogy ne lenne érdemes. És ez egy roppant bátorítás, és szeretném még elolvasni a Hóseás könyve 6. fejezetéből a 3. verset. Ebben is egy nagyon érdekes megfogalmazással találkozunk, ahol azt olvassuk, hogy még mielőtt Jézus eljönne az ég felhőjében, és mielőtt az ő isteni dicsőségében találkoznánk vele, nagyon közel jön hozzánk még előbb. És erről ezt olvassuk Hóseás 6.3-ban. Idézem az igét. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint eső, és mint késői eső, amely megáztatja a földet. De figyeljetek, hogy hogy fogalmaz, nem azt mondja, hogy elküldi hozzánk a késő esőt, hanem azt mondja, ő eljön hozzánk, mint késői eső, amely megáztatja a földet. Mit akar ezzel mondani? Hogy a késő eső kiárasztásakor olyan közel kerül Isten az ünnepéhez, mi olyan közel kerülünk hozzá, megint lásd az apostolok cselekedeteit, milyen közel kerültek Istenhez. Olyan közel kerülünk hozzá, és milyen jól van ez az Istennél elrendezve, hogy mielőtt eljönne dicsőségben az égfelhőiben, előbb ezzel az áldással eljön hozzánk, hogy megerősítsen, hogy bátorítson, hogy felkészüljön a kitartásra a legvégső szakaszban. És hát akkor ne így gondolkozzunk, hogy jaj, hát nagyon nehéz ez a küzdelem, mert csupa nehézség, meg bonyodalom várható is. Hát nagyon nehéz ez kitartással megfogni ezt a küzdőteret, hanem arra gondoljunk, hogy a végső cél az új ég és az új föld, ahogy a jóátság lakozik. Aztán a még korábbi cél, a ma boldog reménység, hogy a megtartó Jézus Krisztus megjelni, és a még közelebbi cél, hogy ő eljön hozzánk, mint eső, és mint késő eső, amely megáztatja a földet is. És nekünk addig kitartással fussuk meg a küzdőteret mindegyik fronton. A nemes harcot kitartással vívjuk, az élet küzdelmeiben, félelem nélkül, aggodalmaskodás nélkül, Istenben bízva, egyik akadályt a másik után küzdjük le segítségével, és vegyünk részt mind intenzívebben az emberek megmentéséért folyó küzdelemben. És legyünk ott kitartóak, kitartsunk emberek, mert kitartóan könyörögjünk emberekért, kitartóan fáradozzunk emberekért, és tanuljuk meg, amit az Elizeus által adott leckét, hogy a lelkesedés és a kitartás arányában adja Isten az eredményt. Tehát, ha mi lelkesedéssel és kitartással teszünk, akkor annak megfelelő lesz az eredmény. Tehát ne hagyjuk abba egyik fronton se a küzdelmet, és ne is szüneteltessük, és ne is csüklédjünk, és ne is ajhújunk. Ugye milyen egyszerű ez a felhívás, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret, és mennyi minden bátorítás és biztatás van benne. És én szívemből kívánom, hogy vigyük ezt el magunkkal, és amikor elcsüggednénk, akkor hirtelen jusson eszünkbe. Mit is mond az apostol, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret, álhatatossággal. És a Jóistenben segítsen mindannyiunkat. Amen. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. És köszönjük ezt a nekünk küldött üzenetet, hiszen olyan könnyen lankadunk, és olyan sokszor a kísértő elcsüggeszt bennünket. De Urunk, add, hogy úgy vésődjék az emlékezetünkbe, hogy többet kisetörölhető legyen onnét. Kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Hiszen úgy vagyunk, mint a versenyfutók az utolsó szakaszon, és boldog reménység van előttünk. Az is, hogy eljössz hozzánk, Urunk, a késő eső áldásával, aztán pedig megjelen szabadításunkra dicsőségben az ég felhőiben. Segíts, Urunk, hogy becsületesen, álhatatosan, lelkesedéssel vívjuk a harcunkat minden vonalon, és add, hogy ez a kép is belénk vésődjék, hogyha mi elszánjuk magunkat az álhatatos küzdelemre, akkor te ráteszed kezedet a kezünkre, és te fogsz támogatni, és te fogsz győzelemre segíteni. Hallgass meg, kérünk imánkat, áld meg a mi testvéri együttlétünket még, és beszélgetésünket mindvégig, míg együtt leszünk. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Amen.